Az élesztemű látogatók már felfedezik a Nyíregyházi Állatpark Viktória házának külső kifutójában a nemrég született kis bajszú Tamarint. A bajuszos majmocska már ismerkedik a külvilággal, az anyjától egyre távolabb merészkedik. A felnőtt állatok is csupán 300 grammot nyomnak, és mindössze 25 cm hosszúak. Eredetileg Peru, Brazília és Bolívia erdőségeiben, csoportokban élnek, és főként a magasabb fákon mozognak. A császárbajszó tamarinok az úgynevezett karmos majmok közé tartoznak. Elnevezésük arra utal, hogy a hátsó láb nagy ujját kivéve, az összes ujjukon karmok nőnek köröm helyett. Apró termetük miatt az ágakat nem tudják ujjukkal átfogni, így éles karmaikkal kapaszkodnak a fák törzsén, valamint a fakérgét karmaikkal megsértve jutnak hozzá a növényi nedvekhez. A Nyíregyházi állatparkban az apróság világra jöttével nyolc fős lett a császárbajszó tamarin csapat. A látogatók már mind a külső, mind a belső kifutóban meg tudják tekinteni a legifjabb császárbaj szuttamarin bébit. Hatalmas ütemben növekszik az apróság, s bár előszeretettel szokott önállóan mozgolódni, olykor még felkérezkedik valamelyik családtagja hátára, akik felváltva szokták cipelni az apróságot, hiszen a nagysága már szinte hasonló a felnőtt állatokhoz képest. A felnőtt tamarinok mindkét ivarat tekintélyes méretű bajusszal rendelkezik, és a hasonlóság miatt második Vilmos császárról kapták a nevüket. A faj felfedezésekor 1907-ben még csak elejtett példányokat ismertek. A hosszú lelógó bajuszt a preparátorok felfelé kunkorították, mivel azt feltételezték, hogy a bajusz vég felfelé áll, csak úgy, mint a német császáré. A tévedésen néhány év múlva jöttek csak rá, amikor élő példányokat is láttak, az állatokon azonban rajta ragadt a császárbajszó tamarin név. A karmos majom féléket, így a császárbajszó tamarinokat is régebben tévesen a sárgaláz és a malária terjesztőinek tartották, és kíméletlenül írtották, valamint nagy számba fogták be őket kutatási célokra, napjainkban élőhelyeik pusztulása veszélyezteti leginkább őket.